Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta a hatos csatorna meghívását. Tulajdonképpen a Sárrét fővárosának polgármesterét köszönhetem, ugye, Macsári József személyében? Igen, és örömmel fogadtam el a meghívást, bár Budapest hozzánk képest kicsit távol van. Hát nincsen távolság ebben az országban, de most már sehol a világon, azt hiszem. Úgyhogy mindenféleképpen örülök, hogy tényleg a nézők nevében is, hogy eljött. És ha már a Sárrét fővárosát említem, akkor azért maradjunk a városnál. Ha jól tudom, akkor 1984 óta város. Szekhalom. Igen, 1984. január 1-én kapott városi rangot Szekhalom, és hát jövőre fogjuk ünnepelni a 30 éves évfordulóját ennek. Azt olvastam a városról, hogy annak idején, tehát 84-ben, amikor is várossá nyilvánították, akkor szinte még nem volt meg minden feltétel és minden kritérium ahhoz, hogy város lehessen. Tulajdonképpen azóta minden feltétel teljesült, jó sok víz lefolyt azóta, nem csak a Dunán, hanem a többi folyón is. Hát büszkén mondhatom el, hogy valószínű 1984-ben még nem volt minden feltétele annak meg Szekhalmon, hogy városi rangot kaphasson, bár utólag visszagondolva azóta is kapott sok olyan település városi rangot, ahol nagy valószínűséggel a mai napig nincsenek meg a feltételek, de hát arról szerintem örömmel számolhatok be én is, és valamennyi szekhalmi, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Méltó a Sárét fővárosa címre Szekhalom, és én úgy gondolom, hogy minden szekhalmi büszke erre. A város, és egyáltalán nem is annyira a város, a település tulajdonképpen nagyon-nagyon régi, mert ha igaz, akkor már 7000 éve voltak itt és laktak itt, és azt mondja, megnéztem, hogy az első írásos emlék az 1067-ből való, méghozzá nagyon-nagyon régen egy ilyen apátsági alapító levél. Ez azért is kérdezem, hogy tulajdonképpen a hagyományokat ennyire visszamenőleg azért figyelemmel kísérik? Nekünk abban a szerencsében volt részünk, hogy volt egy nagyon lelkes lokálpatrióta, aki a Sáréti Múzeumot igazgatta nagyon sokáig, őt Mikja Jenő bácsinak hívták, sajnos már nincs közöttünk. Rengeteg anyagot összegyűjtött a városról, és igaz, hogy ilyen régi település Szekhalom, illetve Zegholma, ahogy a apátsági alapító levélben is van. Azt kell tudni, hogy mi a Kis Sáréten élünk, ott helyezkedik el Szekhalom. Valójában a két Sárétről beszélünk, Kis Sárét és Nagy Sárét, amely Hajdúbiharból Karcak környékére is átnyúlik. És hát valamikor ez egy mocsaras, lápos vidék volt. Ragyogóan mutatják a templomok elhelyezkedése, hogy hol voltak a legmagasabb pontok. És ilyen szorványtelepülésnek mondhatjuk a mai nyelven ez a korabeli települést. Még egy dolgot én itt megnéztem, mert ha már itt a múltban járunk, azt mondja Anonymous, méghozzá a Gesta Hungarorumban, azt írja, hogy Tas és Szabolcs vezérek lovasai a szerepi mocsár irányából jöve Szekhalomnál Zeguholmú akartak átkelni a Körösön. Szóval tulajdonképpen itt van, és meg is lehet találni. És azért is hoztam én ezt szóba, mert hogyha valaki csak úgy hallja, hogy Szekhalom, akkor nem biztos, hogy eszébe jut, hogy már itt ilyen, tényleg ilyen régi település van. És egyáltalán miért halom? Hát tulajdonképpen azért halom, amit említettem, hogy voltak olyan földhalmok, ami a mostani kunhalmokhoz, illetve amit még most is látunk, kunhalmokhoz hasonló. Ugye abban az időben nem voltak szabályozva a folyók. Szekhalom egy nagyon gyönyörű helyen, a Berettyó és a Sebeskörös ölelésében fekszik, és egy olyan ártér volt ez a korábbi években, ahol a megélhetés az tulajdonképpen ezeken a halmokon, vagy a halmok segítségével történhetett, hiszen folyamatosan változott a folyóknak a vízszintje, és csak ilyen magasabb pontokon, amelyeket halmoknak neveztek, tudtak stabil házakat építeni, az itt élő emberek horgáztak, haláztak, vadásztak, ebből éltek, és szerintem még a mai napig is nagyon sokan. Érdekes például Szekhalmon 4 vadásztársaság is van. Az igen. Több horgászegyesület, és nagyon sok magánhorgásztó most már. Hát akkor a turizmusra és az idegenforgalomra is lehet építeni, mert van vadászat és van horgászat. Igen, én úgy gondolom, hogy nem csak Szekhalomnak, ott a környékbeli településeknek is ez az egyik kitörési pontja, hiszen azért túlságosan keletre vagyunk mi, főleg a nagy főútvonalaktól, hiszen egyes számjelű út nem közelíti meg Észak-Békést, kettes számjelű a 47-es főút, ami tulajdonképpen egy Szeged-Debrecen vonalát köt össze. Igen.
de hát annak az állapota eléggé síralmas, emiatt egy kicsit háttérbe szorulunk. Talán, hogy Békés Csabán az elmúlt időszakokban elkészült a kis repülőtér, esetleg ez lendíthet valamit a komolyabb turistaforgalmon, bár elég szépen haladunk a kerékpárutak építésében, és nagyon sok turistát látunk mostanában már kerékpárral települések között. Én emlékszem arra, amikor Békés Csaba és Gyula között, ott ahogy megy a főút, ott hát baromi rossz állapotban volt, és amióta megcsinálták, azóta éppen a csabaiak is, meg a gyulaiak is mesélik, hogy ők nem tudják miért, de nyilván az útnak tulajdonítható. Egyre többen jönnek egyik városból a másik városba, és nem ragadnak ott az egyiknél. Hát akkor szóval utat kell építeni tulajdonképpen. Nem is olyan régen volt, először Füzesgyarmat és Szekkalom fogott össze, és épített kerékpárutat, mint egy 7 közösen. Közösen. Ezt jó hallani végre. 7,2 kilométer hosszúságban, és most ősszel adtuk át Körösladány és Szekkalom között a közösen épített, nyilván pályázati pénzekből kerékpárutat. Az útügyi biztos is jelen volt, és én kicsit kajánul megjegyeztem neki, hogy most már elmondhatjuk azt, hogy sokkal jobb állapotban vannak a kerékpár útjaink, mint a közútjaink, és ezt nyilván meg is tapasztalták. Hát sajnos igen. Hát most, hogyha ez egy kvíz műsor lenne, kedves nézők, akkor nyugodtan feltehetném azt a kérdést, hogy Szekhalomnak mi köze van Barna halomhoz. De hát én inkább a polgármester úrral beszélném ezt, meg még visszatérve itt a néveredetre. Szóval Barna halom, úgy is emlegették ezt a települést. Nagyon sok ilyen jellegű név van a régi térképeken, Szekhalmon és a környékén is. Nagyon sok sziget nevű településrész van, Kórósziget, Kertészsziget, amely mind-mind arra utal, amit említettem is, hogy tulajdonképpen, mintha egy ártérbe, egy hatalmas nagy ártérbe terült volna el a Sárét korabeli időkben, és ezeken a kis szigeteken, ezek is dombokon települtek meg az emberek. De ezért is, mert hogy a régi magyar nyelvben itt, és itt van tulajdonképpen a megfejtés, állítólag a barna az a szöget, a szegletet jelentette, igen, és igen, akkor igen. Valahonnan talán innen jött a dolog. Szeret focizni? Én nagyon szeretek. És focizik is? Igen, rendszeresen. Szóval rendszeresen megvan a heti edzés? Jobb esetben kettő. Na, akkor jó. Na most ezt azért kérdezem, mert tulajdonképpen Szekhalmon azért hát meglehetősen élénk sportélet is folyik, ha jól tudom. Legalább már egy sportcsarnok is van, szóval akkor már muszáj sportolni. Hát igen, büszkék vagyunk a sportcsarnokunkra. Milyen egyesületek vannak? Áfocin kívül, Szekhalom FC, ezt minden futballbarát tudja. MB2-es női kézilabda egyesületünk van. Az igen. Tenisz egyesületünk van, akikre különösen büszkék vagyunk. Most két szekhalmi fiatal teniszező van éppen kint Floridában. És tenisziskolában vagy versenyen? Versenyen, 18 éves kategóriába, párosba, ausztrál párral a Bondár Anna megnyerte. Ez igen. A korosztályos világbajnokságát Floridába, és a Furák Csenge pedig a 15 éves korosztályba. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Hát akkor mindenki büszke lehet tényleg, és legalább a nevüket is hallottuk. Hány pálya van teniszpálya Szekhalmon? 3 teniszpálya Salakos? Van, Salakos, igen. De télen befedik? Nem, ilyenkor sajnos nem tudnak kint játszani, de a sportcsarnokban lehet. Tehát a sportcsarnokban lehet kosarazni, kézilabdázni, futballozni és teniszezni. Mióta van a sportcsarnok? 2003-ban adtuk át. Akkor ez is hozzátartozik ahhoz, amiről itt az elején én próbáltam itt kajánul feszegetni a dolgot, hogy azért a városiasodás, stb. Azért a fejlesztés az megvan. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon gyönyörű környezetben van a sportcentrumunk, ahol van két labdarúgó pálya, amiről időközben kiderült, hogy csak egy, illetve a maga sportcsarnok is. Hogy csak egy? Mi egymást kérdőcsúztak? Nem, korábbi években nem volt különösebb jelentősége, közvetlenül a Berettyó part mellett van ez a sportcentrum. Nem volt különösebb jelentősége, hogy fele részben vagy egyharmad részben önkormányzatnak volt írva a tulajdoni lapon, kétharmad részben pedig az akkori vízügyi igazgatóságnak, ma már ugye a magyar állam területe, és hát sajnos elég sok pályázatról lecsúsztunk, ami mondjuk a pálya felújítást segítette volna elő. De egyébként a sportcsarnokot úgy építettük, hogy az a labdarúgást is szolgálja, hiszen a külső részén lelátó van a labdarúgó pályára, és ott kényelmesen tudnak szurkolni a szekhalmiak és a környékbeliek. Karate van? Van karate.
Ráadásul nem a közbiztonsággal akartam kilukadni, hanem egyáltalán. Hál' Istennek a közbiztonsággal nincs különösebb problémánk. Igen, van karate, ráadásul a Kyokushin karate ága az, amely már hosszú évek óta egy nagyszerű egyesület révén jelen van Szeghalmon. Egy önkormányzati épületben közösen alakítottuk ki az ő helyüket műanyagborítással. Országos diákolimpiát már harmadik alkalommal rendeztek, és én úgy gondolom, ha egy Furkó Kálmán rendszeresen látogatója Szeghalomnak a szeghalmi karate versenyeknek, akkor ez nyilvánvalóan a színvonalról is árulkodik egy pontosan kicsit. Egyébként azért is mondom ezeket a dolgokat, mert ugye mindig úgy kezdődnek ezek a megbeszélések vagy beszélgetések, és a polgármesterek nagyon büszkén elmondják mindazt, amire büszkék is lehetnek, csak valahogy, hogy mondjam, mint ahogy annak idején, amikor elfogyott a pénz az iskolaépítésnél, akkor mindig a tornatermet hagyták el. Most viszont örömmel hallani, hogy egyre több helyen tényleg a sportélet és a színvonal a sportélet megvan. Mind a mellett, hogy hát nyilvánvalóan önöknél is, és éppen a fejlesztés és a beruházások során, hát azért ott meg kellett csinálni a vízvezetéket, a kábeltévét, mindent. Szóval ez a vonal, ami tényleg a város fejlődését, fejlesztését szolgálta, hol tart most? Megmondom őszintén, 2002 óta vagyok polgármester. Igen. Akkor a város vagyona a évvégi mérlegekben 2,3 milliárd volt. Ezt nem tudjuk mihez hasonlítani, legfeljebb ahhoz, hogy most mennyi. Igen, hát 2013. január 1-jéig 8,6 milliárd volt. Igen, a számok beszélnek már is önmagukért. És azért mondom, hogy addig, mert ugye nyilvánvalóan közben jogszabályi változások miatt már nem a miénk a tűzoltóság, már nem a miénk a kórház, már nem a miénk a járóbeteg szakrendelő, most már az iskoláink sem. Tehát lényegesen csökkent részben a vagyon, amit... Ezt most panaszképpen mondja. Igen, mert tulajdonképpen nálunk működött egy kórház, ami 105 krónikus ágyjal működött korábban. Azt is tudni kell erről a kórházról, hogy gyakorlatilag az egykori tehetős szeghalmi polgár vagyonából épült. Tehát nem az állam építette, később nyilván a funkciót ő üzemeltette tovább. És mi féltünk nagyon, hogy az egészségügyi minimum követelményeknek sem ez, sem a 70-es években épült járóbeteg szakrendelőnk nem felel meg. Uh-huh. És nyilvánvalóan pályázati forrásból, de hát ahhoz mellé kellett tenni keményen az önkormányzat forrásait is. Ha másképp nem lett volna a másik, hát föl kellett újítani mindkét épületünket, természetesen a teljes belső berendezéssel. A kórház esetében olyan állapotok voltak, hogy a törvényi minimumokat figyelembe véve 53 ágyat helyezhettünk volna el a régi épületbe. Ez azt jelentett, hogy gyakorlatilag megdupláztuk az alapterületet. Hasonló stílusban épült hozzá egy új rész. Igen. És ugyanutána jött az egészségügyi intézmények államosítása. Igen. Is. És hát azt nem mondom, hogy kárba veszett, mert ugyanúgy az emberek javát szolgálja, hát, és igen, az egészségügyi szolgáltatók működteti, de valahol egy kicsit elvettek emiatt tőlünk. Hát ilyen a piac. És a piaccsarnok milyen? Hát a piaccsarnok valamikor nagyon szép volt. A piaccsarnokról azt kell tudni, és a napokban döntött arról a képviselőtestület, hogy egy új őstermelői piacot akarunk kialakítani, hogy időközben magánkézben került. Amire nyilvánvalóan egy önkormányzatnak nincs különösebb ráhatása. Maga az, hogy piac, a piacot működtető, annak megvannak a szabályai, de egyébként nem tud ráhatni az önkormányzat, és úgy gondoltuk, hogy hál' Istennek kezd visszajönni az a régi szokás, mint a nagymamáink idejébe, hogy az otthon megtermelt vagy a kertbe megtermelt terményeket fölkínálják eladásra. Egyre többen ezzel egészítik ki a jövedelmüket, és szeretnénk egy megfelelő teret biztosítani az őstermelőinknek. Nyilvánvalóan nem csak a szeghalmiaknak, hanem a környékbelieknek. Persze, hát ezzel mindenféleképpen a vásárlók is jól járnak, ugyanis nem megy át 2-3-4-5 kézen az áru, és akkor ennek függvényében természetesen drágább is a dolog. Szóval, hát ez mindenféleképpen, és mi az, ami hiányzik? Most nem úgy értem, hogy egyáltalán, hanem amit megszerettek volna valósítani, de mondjuk eddig nem sikerült. Igen. Egy tanúszoda vagy egy városi strand nagyon hiányzik.
A híreket hallgatva mostanában a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban talán kiemelt szerepet fog ez kapni. Mi is készülünk erre, készítjük a tanulmányterveket, terveket, hogyha lehetőség lesz rá, akkor pályázzunk. Nagyon régi álma ez úgy a képviselőtestületnek, mint a szekhalmiaknak, és természetesen jó magamnak is, hogy közvetlenül a sportcsarnok közelébe, a labdarúgópályák, kézilabdapályák közelébe épüljön meg a városi tanúszoda. Ezt nagyon szeretnék megvalósítani, mindig volt valami fontosabb. Vagy a bölcsőde felújítása, vagy az iskolák felújítása. Talán a polgármesteri hivatalba cseréltük ki legutoljára az ablakokat, hogy ne az utcát fűtsük a téli időszakban, de mindig volt tényleg valami fontosabb dolog, és erről le kellett mondani. Kicsit könnyen tettük, mert most már, hogy kerékpárút köti össze Füzesgyarmattal a Szekhalmot, Füzesgyarmaton van strand, nagyon sok szekhalmi látogatja, valamikor régen volt Szekhalmon is egyébként. Csak szerintem az nem elég mély, 500 méter körüli furkútból jött fel egy 36 fokos víz, és egy idő után ezt a kutat lezárták. Adóssága volt az önkormányzatnak? Nem volt soha, és nem is lesz, amíg tehát akkor nem volt szükség a támogatásra? Hát támogatásra úgy értem, szükség úgy lett volna. Hogy ahol adósság volt, ugye ott most megkapták az önkormányzatok azt, hogy azért nagyjából nullára ki lehessen jönni, különböző feltételek mellett. Tehát ezek szerint önök tisztességesen, majd mondjam, hogy nagyon jól gazdálkodnak. Hát igyekszünk úgy gazdálkodni, hogy az anyagi forrásainkkal összhangban legyenek a kiadásaink. Ez az addig nyújtózkodja, ameddig a takaródér. Igen, viszont én azt látom, hogy nagyon sok település, nyilván azt nem mondom, hogy felelőtlenül gazdálkodott, valahogy más szemmel nézték az önkormányzati gazdálkodást. Ennyi mindent talán hitel nélkül nem bírtak volna elkészíteni, megcsinálni, beruházni. Én 2002-ben azzal kezdtem, hogy egy városmenedzsert vettem fel a hivatali apparátusban, akinek műszaki végzettsége volt. Mint utólag kiderült, ezt nagyon jól tettem, azt is nagyon jól tettük, hogy mellé egy pénzügyi végzettségű városmenedzser is fölvettünk, két fiatal, nagyon agilis és nagyon jó szakemberek. Ha meg önműszakpályánál fogva azért ért egy kicsit ehhez, úgy tudom. Igen, és igen, erre nagyon kényes voltam, és szinte a mai napig minden számlát, amit aláírok, átnézünk. Tehát határidő előtt nem igen, csak nagyon szükséges esetben teljesítünk pénzügyileg, és minden fillér kiadást megnézünk, hogy hova teszünk. És azért mondtam, hogy talán máshol nem így gazdálkodtak, mert mi 2002 után, 2003-2004-ben elkezdtük a szennyvíz csatorna építést. Nyilván volt addig is a városban, főleg a központban, de ezt be kellett fejezni, és nyilván ezzel párhuzamosan szennyvíztisztító telepünket fejleszteni kellett, hogy megfelelő minőségi uniós előírásoknak megfelelő tiszta vizet tudjunk visszaengedni a Berettyó folyóba, hiszen pont mellette van. Ez 1 milliárd 437 milliós beruházás volt 2003, 2004, 2005-ben, és ezt is úgy vittük végig, hogy nem kellett fölvenni hitelt hozzá. Tehát úgy ütemeztük a részletfizetéseket, hogy összhangban legyenek a forrásainkkal. Az előbb itt már félig meddig úgy érintettem, megbeszéltünk arról, hogy turizmus, meg oda csábítani az embereket, de ha most hirtelennyében idegenvezető lenne, akkor mivel csábítaná oda a vendégeket, a turistákat, nem is annyira turistákat, a látogatókat, akik elmennek Szekhalomra, és dunsztjuk sincs, hogy egyáltalán mit lehet ott megnézni, vagy még azt se tudják, hogy miért fontos, hogy, vagy szép, hogy van ott egy faharangláb. Szóval miket mutatna be, mint nevezetességeket? Igen, ahogy említette, a faharanglábot a katolikus templomnál feltétlenül. Érdekessége, hogy ez a templom egy dombon van, de a domb alatt egy nagyszerű pince helyezkedik el. Valamikor régen még jeget is tároltak benne a nyári időszakban, a fagylaltosoknak árulták a jeget, amit a Berettyóból vágtak ki. A református templomunk is nagyon szép. Azt is feltétlenül megmutatnám, és azóta a már említett sportcsarnokot, ott is nagyon sok szekhalmi ember kezemunkája látható. Túl azon, hogy a terveket szekhalmiak készítették, túl azon, hogy a belső munkálatok jó részét szekhalmi mesterek végezték, hogy a Szisz Ferenc szobra, amely ott került elhelyezésre, az szekhalmi születésű szobrászművész készítette. Na, állj meg egy pillanatra, mert nem hiszem, hogy itt a mai fiatalság nagyon tudja, hogy ki is volt az a Szisz Ferenc.
Pedig hát manapság ugye a Formula 1-et nézik meg az autóversenyeket, de ha ezt a nevet mondjuk, akkor nem biztos, hogy rögtön mindenkinek beugrik. Amikor az ember nem polgármester, akkor nem figyel sok mindenre. Amikor polgármester, nyilván elolvas valamennyi újságot, és egyszer a Népszabadság Kerékvilág című mellékletébe találkoztam a Haris Fivéreknek egy írásával, amely arról szólt, hogy született valamikor Szeghalmon egy Szisz Ferenc nevű úriember, egy uradalmi gépész, aki aztán Ausztria, Németország és Franciaországba letelepedvén a Renault autógyárban dolgozott, a Renault Fivérekkel együtt dolgozott, nagyon ügyes volt, nem csak a gépekhez értett az autóhoz, hanem a versenyzéshez is. Ez az. És úgy fejeződött be a cikk, hogy hát egy méltó kiállítást ennek az úriembernek az emlékére kellene csinálni, és hát ez nyilvánvaló, hogy csak a szülővárosában Szeghalmon. Ezzel fejeződött be. Igen. Elmentem a múzeumunkba, előkerestük az anyagokat, a keresztlevéltől kezdve szinte mindent megtaláltunk Szisz Ferencről. Fölvettük a kapcsolatot a francia autóklubbal. Kiderült, hogy Párizs mellett a Farzséba lakott, a mai napig él ott egy néni, aki a becsületrendet, amelyet ő annak idején a francia államfőtől kapott, még őrzi. És hát ugye 1906-ban egy Renault A3-assal, a Renault Fivérekkel, ő is elindult egy 1210 kilométeres háromszög alakú pályán, és megnyerte azt, amit tulajdonképpen a mai Forma 1 elődjéhez lehet hasonlítani. Hát én azt olvastam róla, hogy az első Grand Prix győztes. Így van, így van. Nagyon büszkék voltunk rá, amikor megtudtuk, hogy Szeghalom szülötte ő, és hát természetesen fölvettük a kapcsolatot a Renault Forma 1 tímmel is, a Renault is történeti igazgatósággal is, és mivel 2006-ban a 100. évfordulón készült el az ő mellszobra, és avattuk föl egy kis ünnepségsorozat keretében egy állandó kiállítással a sportcsarnokunknál az ő mellszobrát, hát a legnagyobb meglepetésünkre nagyon sok anyagot kaptunk a Renault történeti igazgatóságától. És a Renault Forma 1-es tímtől megkaptuk Alonso-nak a akkori Forma 1-es világbajnoknak verseny ruháját, ami a mai napig is ott van a sportcsarnokban kiállítva. Hát a ezt ritmében. Nagyon jó, hogy elmondtam, mert tényleg sokan nem tudják. Na gyorsítsunk, mert még 2-3-at azért kérdeznék. Csábítjuk ugye oda a látogatókat. Kastélyok? Igen. A Dörzsék kastélyt a városközpont felújításához sikerült nagyon szépen rendbe tenni. Annyit kell tudni róla, hogy az utóbbi években már nem volt funkciója. A Welkheim család építette, korábban valamikor községháza volt, de varroda is volt benne, orvosi rendelő is. Egy részét le kellett bontani, mert életveszélyes volt, és most egy komolyabb összeget tudtunk rászánni. Gyakorlatilag visszaépült teljes korabeli valójában ez a kastély, ami a város szívébe, a város központjába, a sétakertbe található, az óvoda mellett, és új funkciót kapott, ide költözött a múzeumunk egy része, amely részben helytörténeti tárgyakat mutat be, és itt van a könyvtárunk, a felnőtt és a gyermek könyvtárunk. És a másik kastély, egy mondatban, a Kárász kastély. A Kárász kastélyt ugye 44-ben elvesztettük felét, a másik felét pályázati pénzből ragyogóan felújítottuk, és 50 gyermek elhelyezésére szolgál kollégiumként. De van egy nagyon szép Várhelyi ifjúsági táborunk a Körös mellett közvetlenül, amely talán a későbbiekben a legnagyobb kiugrási pontja lehetne a turizmus szempontjából a városnak. És végül, de nem utolsó sorban, azért gyönyörű templomok is vannak. Igen, igen, mind a két templom gyönyörű. A katolikus templomba az ikonokat, a képeket szintén egy szeghalmi születésű, aki művész festette, Boromisza Zsolt, aki 16 éves koráig élt ugyan Szeghalmon, de soha nem felejtett el. Így a végén, így az utolsó percben két nagyon komoly kérdésem van, illetve három. Lesz-e jövőre is gulyás főzőverseny? Természetesen lesz. Mikor a szokott időpontban? A szokott időpontban, május 1-én csináljuk a főzőversenyt, és ugye mivel a szarvasmarha is annak a húsa a legjellemzőbb erre a szikes talajra itt a mi környékünkön, természetesen marhahúsból. Ha azt mondom, hogy Líder Egyesület, akkor az mi volt? Mert úgy tudom, hogy annak évekig volt főnöke. Évekig elnöke. Voltam a főnöke, és... Ez milyen egyesület? A Líder Egyesület tulajdonképpen önkéntes alapon
civil szervezetek, önkormányzatok, magánszemélyek, egyéni vállalkozók hozták létre, aminek tulajdonképpen semmi más jelentősége nem volt. Kaptak uniós forrásokat a lélekszámot figyelembe véve, és ők dönthettek ott helyben, hogy kinek, mire, milyen céllal biztosítanak forrásokat. A első körökben az volt a kikötés, hogy ne legyenek olyan országos uniós pályázatok, tehát párhuzamosság ne legyen a kettő között. Én azért vállaltam ennek az elnöki funkcióit, mert itt láttam azt, hogyha én tenyésztek mangalicát, akkor azt nem élve adom tovább, hanem földolgozom. Megteremtem magamnak azokat a körülményeket, hogy minél magasabb földolgozottsági szinten tudjam értékesíteni a helyi termékeket. Ez vonatkozik a húsra, a tejre, a mézre, amiből a legtöbb van a környékünkön. Hát bocsánat, de közben elkezdtem lapozgatni ezt a gyönyörű szép kiadványt szeghalomról. Tényleg nagyon szép, és akkor most nem is erről kérdezem, hanem tényleg egy gyors válasz. Jövőre indul? Természetesen. Köszönöm szépen, polgármester, hogy itt volt, jöjjön máskor is, és a hallgatók, nézők nevében is mondom, hogy további sok sikert a városnak. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket, kedves nézők.